A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Bobori Zoltánnal, a Vörösmarty Társaság elnökével fogunk beszélgetni, hiszen számtalan olyan program vár a székesfehérvári irodalom kedvelőkre, amelyek fontosak. Előtte azonban a gyász pillanatai következnek, hiszen most kaptuk a hírt, hogy elhunyt Sajtos Lajos költő, a Vörösmarty Társaság tagja, 76 éves volt. Fájlaljuk. Nagyon nehéz most ebben a lelki állapotban beszélni bármiről is, hiszen olyan eleven ez a seb még bennünk, néhány órával ezelőtt kaptuk a hírt, hogy meghalt a Lajos, a fehérvári irodalmi élet egyik rendkívül agilis, rendkívül termékeny, kiváló költője. Hát a lelkünk épületéből hullanak ki a téglák, és hát Lajosnak nagyon fontos szerepe van ebben az épületben. Mindent el kell követnünk azért, hogy megőrizzük az emlékét méltó helyen és méltó módon. Természetesen mi is törekedni fogunk rá, úgyhogy én azt gondolom, hogy Isten nyugosztalja, fentről figyel bennünket. Annál is inkább van mit figyelnie, hiszen a Vörösmarty Társaság irodalmi közössége nagyon sokat tesz azért, hogy a kultúra ilyen szinten maradjon Székesfehérváron, a Kossuth utcában és bárhol másutt. Ebben az esztendőben, tehát itt az új évben is számtalan új program indult. Én azt gondolom, hogy ezek rendkívül fontosak. Egy-két vegyük sorba, mert annál is inkább fontos ez, mert új történések vannak. Az elmúlt héten erről már beszámoltunk a Híradónkban is, és a Paletta magazinban, a Kulturális magazinban is láthatnak majd nézőink egy összefoglalót. Elindult az íróasztal P. Maklári Éva moderálásával. Én azt hiszem, hogy ez egy Zilahi L. Ágnessel és Ferenci Noémivel egy élvezetes, kellemes beszélgetés volt. Honnét jött a gondolat, hogy ezt az íróasztalt megvalósítsátok? Mindig is mondjuk és valljuk azt, hogy, és hát különösen ezek után a nehéz esztendők után, amiken túl vagyunk, hogy az irodalmi életben és az irodalom népszerűsítésében nagyon komoly szerepet játszik, a személyes találkozás. És hát én úgy gondoltam, hogy egy olyan sorozatot kell indítanunk, és hát remélem, hogy jól is gondoltuk, és jól is alakul majd a dolog, hogy egyes meghívott, vagy megbízott költőíró vendégeivel fogott beszélni itt a természetesen a képzeletbeli íróasztalnál. Az első azt hiszem, hogy nagyon jó sikerült. Hát sajnos az élet az ilyen kegyetlen, hogy mindig áthúzza az embernek a számításait és álmait és terveit, a következő házigazdája ennek a beszélgetésnek a Lajos lett volna. Igen. Úgyhogy, hát lépnünk kell tovább, azt tervezem, hogy következő alkalomra meg fogom hívni a Domokos Lászlót és a Borbé Lászlót, két kiváló író, Borbé kiváló drámaíró. A Domokos Lászlót nekünk itt Fehérváron nem kell bemutatni, egy nagyszerű publicista, közíró. Egészen biztos vagyok benne, hogy nagyon élvezetes, jó beszélgetést lehet majd velük folytatni. Annál is inkább, hiszen beszéltél a nehézségekről, fontos itt megemlítenünk, hogy már a Kossuth utcában, független attól, hogy még fűtés nincsen, de azt hiszem elindult egy folyamat. Amikor a nehézségekről beszéltünk, óvatatlanul szóba kell kerülnie. Egyik oldalról
a pandémiának, hiszen a koronavírus járvány is alapvetően meghatározta, másrészt pedig a Kossuth utca átépítése. És a nehéz gazdasági helyzetben ez bizony nagyon lassan haladt, de most már alakult, tehát belülről gyönyörűséges. Az, hogy nincs fűtés, azt meg valamilyen szinten majd átvészeljük. No, hát igen, Takács Imre. Takács Imre születésének évfordulójára emlékezünk pénteken. Ez egy rendkívül fontos időpont, hiszen, és dátum, mert hogy Takács Imre legenda. És méltatlanul keveset foglalkoztunk az elmúlt időszakban vele. Pontosan így van, és ezért is szerkesztettük így ezt a sorozatot, hogy a második alkalommal az ő írásai fognak elhangzani. Hát mi nekünk nagyon jó barátunk volt a Takács Imre, a jelentős korkülönbség ellenére mondhatom azt, hogy barátjának fogadott, úgyhogy teljesen egyértelmű volt számomra, hogy itt az évforduló miatt is, és hát a földgyülemlő sok-sok emlék, szép emlék és szép vers élmények miatt a Takács Imre verseit fogom, írásaiból fogok fölolvasni a közreműködéseddel. Igen, azért próbálunk természetesen gyűjteni a Fehérvár Televízió archívumából olyan Takács Imre megszólalásokat, amelyek azt hiszem, hogy aki valaha is olvasott Takács Imre verset, vagy volt annyi szerencséje, hogy beszélgethetett vele, vagy találkozott vele, akkor tudja, hogy ő milyen volt. Egy gyönyörűséges prózája címét adtam ennek az esnek, a címéül Szegényes Katalin virág. Igen. No. Aztán egy kötetről kell, hogy még szó essék, mert hogy eljussunk az igazán a következő időszak programjaihoz, Jankovics. Jankovics Ferenc megint csak egy legenda. Én azt hiszem, hogy mindennek rendelt ideje van. Annak is, hogy most egy kicsit bővebben foglalkozunk vele. Mert ő is azok közé tartozik, akik szép lassan feledésbe merültek. Én nem mondom, hogy a kortárs irodalom nem jó, sőt, hiszen ebben élünk nagyszerű, de azért fontos, hogy a Vörösmarty Társaság ezt tudomásul vette, és akkor most Jankovicssal is foglalkozunk egy kicsit. Teljesen mindegy, hogy Jankovics Ferencnek milyen volt korábban a költészetének a megítélése, mint az nyilvánvaló, és nagyon jól tudjuk, hogy ez mindig változik, és sokszor méltatlan is a megítélés, de azt kétségtelen tény, hogy az méltatlanul keveset foglalkozunk egy Kossuth-díjas Fehérvárhoz ezer szállal kötődő költőhöz. Amikor legutóbb megkoszorúztuk az emléktábláját, akkor jutott eszembe nekem, hogy ezen valamiképpen változtatni kell, és felkértem a költőtársaimat, Vörösmarty Társaság tagjait, hogy írjanak verset Csanádi Jankovics Ferenc emlékére és emlékezetére. És hát mondhatom, hogy először is nagy öröm számomra, hogy jó néhányan örömmel fogtak ebbe bele, nem könnyű egy adott témáról verset írni, hogyha mondjuk valami megbízatást kap az ember, nem könnyű dolog. De hát még egyszer mondom, néhány egészen kiváló vers van már a birtokomban, úgyhogy a költészet napjára föltétlen szeretném megjelentetni. Ez nem egy vaskos kiadvány, ez egy kis füzetecske lesz, de hát kiváló versek vannak már. Igen, hoztál? Igen, és nagyon örömmel olvasnám föl Pálfalvi Andrásnak a versét, ami tulajdonképpen egy életmű, egy élet zanzája versben. Ez ki fog talán derülni, hogyha felolvastam ezt a verset. Várjuk. Tehát Pálfalvi András, Jankovics Ferenc és György Oszkár néma találkozása. Egy kérdés nem hagy nyugodni, ha Jankovics Ferencre gondolok. Mit érezhetett az Európát megjárt költő egy sikeres, megtért hun Párizsból,
már két Balgarten díjjal tarsolyában, amikor 1944. júniusában meglátta egykori mentorát, György Oszkárt, aki atyai barátként ültette lelkébe az Európér gondolatot, és indította útjára frankofil diákját, aki most itthon, régi városában szembesülve a jóvá tehetetlennel, a deportáltak menetében láthatta viszont tanárát és családját vonulni a semmibe, a Fehérvári főutca szürke közönyében. Mi történik itt, hol van most Európa, igaz már Párizs is rég elveszett, hová kísérik szeretve tisztelt tanárát és családja két nemzedékét, vajon mi lehet a szerény csomagban, mire elég az, ami benne van, szűkös útra való, pedig abban a kopott kofferban, a két évtizedes tanári múlt mellett benne lapultak a Vár folyóirat 3 éves énfolyamának lapjai, és a Vörösmarty Társaság legszebb évei szépen összehajtva, fátyolos emlékekbe takarva, csendben megtörtént márták, hát ha feltámadhatnak majd egyszer egy messzi, szebb jövőben. Csodálatos párhuzam György Oszkárral. Hát hadd mondjam el, hogy én nekem van egy könyvem, egy György Oszkár kötet, amiben olyan dedikálás olvasható, hogy Bobori Bélának, tehát az én édesapámnak, legkedvesebb diákomnak. Úgyhogy én nekem ez, a Pálfavi Bandi verse, ez egy különösen nagy élmény. No, Vajda János díj, esztendőről esztendőre fontos számunkra. Én azt hiszem a Vörösmarty Társaság számára is kiemelten. És hát most is, mivel hogy itt az ideje, tehát lesz Vajda János díj kiosztó. Igen, hát elmaradtak az elmúlt esztendőkben, pedig nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, és egy rendkívül népszerű rendezvény. Ma beszéltem éppen a Gárdonyi Művelődési Ház nagyon lelkes és nagyon tehetséges igazgatónőjével, úgyhogy meg fogjuk rendezni. Ez megerősítést jelent egyébként mindenkinek. Tehát nem csak a Gárdonyi Géza Művelődési Háznak, hanem a Vörösmarty Társaság költőíró tagjainak egyaránt. Igen, föltétlenül, és hát valamennyien tapasztalhattuk az elmúlt évek során, hogy rendkívül nagy izgalommal készülnek a költőink erre. És igaz, hogy ez egy helyi kezdeményezés, mégis azt mondom, hogy rangja van a Vajda János díjnak itt helyben föltétlenül. Egyértelmű. Mint ahogy rangja van, én azt gondolom, hogy a jövőépítésnek is, és felelőssége, rendkívüli felelőssége. Ugye ezt a levelet én is megkaptam, nagyon sokan olvasták, egy rövid részletet hadd olvassak fel belőle, hiszen ez a jövőbemutató terv kiemelten fontos. Ugye az ország legrégebbi irodalmi közössége, a Vörösmarty Társaság írott el, közel másfél évszázados múlt a magyar irodalom kiemelkedő egyéniségeivel soraiban, és a soha nem felejtett nemes célokkal arra köteleznek minket, utódokat, hogy szolgáljunk erők szerint a legnemesbekért a csodálatos magyar nyelvért és irodalomért. És itt jön az alap. Ezért fordul a Vörösmarty Társaság elnöksége a város középfokú tanintézeteihez, tanulói küldöttsége vegyen részt egy konferencián, kerekasztal beszélgetésen, amelynek témája az olvasás, az irodalom, azok szerepe, elfogadottsága, jövője. Ez a felhívás és ez a kezdeményezés annál is inkább fontos, mondom én, mert hogy látjuk, hogy egyre kevesebben foglalkoznak irodalommal, bár a Vörösmarty Társaság, ugye nagyon is jól tudjuk, hogy a Grundban nagyon sokat tesz ezért Péma Klári Évával az élen, hogy a fiatalokat is megszólítsa, és azért kiderül, hogy Fehérváron bizony vannak fiatal tehetségek továbbra is, és a Vörösmarty Társaságban nem különben. Bokros Judit nevét ne felejtsük. És Bokros Juci persze, igen, természetesen, akinek örömmel üdvözöltük az első verses kötetét, igen, kiderült, hogy nem csak újságírónak kiváló, hanem költőnek is az, igen, lesz, illetve már most is az. Viszont ez a középiskolások irodalmi konferenciája egy óriási lépés.
Honnét jött a gondolat? Azon túl, hogy amit itt az imént elmondtam, hogy azt tapasztaljuk, hogy egyre kevesebben foglalkoznak irodalommal ebben a felgyorsult világban. Tudod, valószínű, hogy ez így van, évtizedek óta mondjuk, hogy ez nem a költő lelkekora, de mégis minket nagyon bíztató és nagyon örömteli élmények érnek. Hát a már emlegetett versünnep, vagy sok minden más egyéb, de hát az is természetes, hogy van alapja annak a véleménynek is, hogy a fiataljaink elfordultak az olvasástól, az olvasás élményétől, örömétől, hogy nem foglalkoznak például a versekkel, költészettel, különösen nem a kortárs magyar költészettel. És legutóbb éppen a Bokros Ütka találkozóján volt néhány nagyon szép, de nagyon fájdalmas élményem is. Fölolvasták a fiatalok a verseiket, és akkor jutott eszembe, tekintettel arra, hogy ezek a versek tele vannak problémával, és tele vannak ezek a fiatalok olyan gondolatokkal, amiket nekünk meg kell tudnunk, meg kell ismernünk, és próbálnunk kell segíteni. Ezért jutott eszembe, hogy szervezünk egy ilyen diákkonferenciát, fehérvári középiskolás fiataloknak a konferenciáját, egy kerekasztal beszélgetést, amiben már benne van az, hogy mondják el ők a véleményüket, mondják el ők, hogy miben segíthetünk mi nekik, és miben állhatnak ők a rendelkezésünkre nekünk idősebbeknek. Mert hogy anélkül, hogy megismernénk az ő problémáikat, elképzeléseiket a világról, rólunk, és a mi munkásságunkról, vagy a múltunkról, anélkül nagyon nehéz változtatni ezen, hogy a fiataljaink, amiről beszéltünk, hogy nem érdekli a fiatalokat az olvasás tisztelete, az irodalom, a költészet. Hát nagyon nehéz változást várni, vagy elérni úgy, hogy igazából nem ismerjük őket, vagy mondhatom azt is, hogy nem ismerjük egymást. Igen, hát ez egyfajta misszió mindenképpen. Nagyon is jól tudjuk, hogy az online tér nagyon sokakat beszippantott, a fiatalokat nem különben, hiszen még a mikorunk belieket is előfordul, hogy egyre kevesebbet olvasnak, és csak a zanzásított cikkeket olvassák, mit tudom én, tehát azt mondom, hogy Gulliver nagyon egy zaklatott életű hajóorvos, nagyon kicsi, meg nagyon nagy emberek közé kerül, és ennyi a történet. De én azt mondom, hogy mindennek rendelt ideje van, ismétlem. Tehát ezt most meg kell lépni mindenki. Hát ennek azzal, hogy kinyílt a világ, és most ugye nincsen most koronavírus, a gazdasági válság ilyen értelemben az irodalmat nem sújtja, tehát ez így jó. Valóban az, én is úgy érzem, hogy itt van az ideje, és hát be kellene bizonyítani, egy koszorús költő barátom mondta azt, hogy ennek nem lesz nagy sikere, vagy nem reménykedhetünk abban. Én nekem meggyőződésem, hogy lehet nagyon komoly sikere és következménye ennek a kerekasztal beszélgetésnek, de ezért nagyon nagy tisztelettel szeretném kérni a középiskolák elsősorban természetesen magyar tanárait, vagy vezetőit, hogy segítsenek minket abban, hogy ez sikeres legyen. Tehát delegáljanak 3 diákot erre a kerekasztal beszélgetésre. Érkeztek már természetesen elfogadó visszajelzések és örömteli visszajelzések. Még mindent meg fogunk tenni azért, hogy népszerűsítsük, és remélem, hogy sikerül meggyőzni Serfőző Simon Kossuth Díjas költő barátunkat, hogy vegyen ezen a kerekasztal beszélgetésen részt. Mikor kerülhet erre sor? Ez 10-én lesz, március 10-én. Jó, tehát még
a versünnep előtt, mert hogy erről is szó kell, hogy essék ismét. Igen. Sikerül megrendezni már nem online térben a fehérvári versünnepet Varga Sándor tiszteletére, hiszen ez egy évtizedes hagyomány, én azt hiszem, hogy ez is üdvözlendő, mert azért ilyenkor azért elválik az ocsó a búzától, kiderül, hogy azért vannak kiváló versmondók, középiskolás versmondók Fehérváron. Kiváló tehetségek, évről évre. Tehát én bennem, és hát nyilván te benned is tulajdonképpen ezt tartja fönn a reményt és a bizakodást a fiatalokkal szemben. No, mielőtt búcsúzunk, még egy verset kérünk tőled. Hoztál verset nekünk? Szomorú befejezése lesz ennek a beszélgetésnek, hiszen ebbe a bizonyos Jankovics Ferenc kötetbe Sajtos Lajostól is kaptunk egy verset, és hogyha most szabad, akkor igen, az ő emlékezetére, hallani. És ezt felolvasnám. Fekete szél. Ami egyetlen lobogó rét ingünket, bár nem fényes szellők fújták, ünnepeinket az istenek beárnyékolták, hosszú árnyék vetült életünkre, fekete szél fújt ránk mindenünnen, nem csoda, ha lelkünkben nincsen ünnep, bár ütemesen nem csaptuk össze tenyerünket, kapkodtuk lábunkat akkor is, ha nem kergettek, kergekor volt, tanúrá minden letépet naptár, és naplólapunk, bár nem kötöttünk talpunkra útilaput, a hűség volt az egyetlen ultimátumunk. Féltük és káromoltuk a mi urunk, s fölszakadt számos furunkulusunk, mert elvakartuk kélyes éjjel, helyközi nagy-nagy szenvedéllyel sebeinket, a nem létezőket is. Amint csak hitettek velünk nem valónak, írtuk és mondtuk iga valónkat, egyetlen ingünket, igénket, igenünket. Ámen. Én azt gondolom, hogy ez is bizonyítja ez a vers is, mint az eddigi pályafutása, hogy pótolhatatlan veszteséget szenvedett a költőtársadalom Székesfehérváron és hazánkban is. Nem tudom, hogy mondtam-e, hogy ezt a Jankovics Ferenc kis emlékkönyvünkbe szánta Lajos és küldte el nekünk, ott majd olvasható lesz. Nos, hát nagy sóhajjal köszönöm meg, hogy megtiszteltél bennünket, és természetesen a nézőknek is mondom, kedves nézőink, természetesen beszámolunk, illetve láthatnak egy olyan beszélgetést, amelyet Sajtos Lajossal készítettünk. Addig is köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Fogunk találkozni természetesen a közeljövőben ismét. Köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Bobori Zoltán volt, a Vörösmarty Társaság elnöke. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.